És hát itt is vannak bennünk már a szép anyukák, akik megnyerték ezt az előbb említett verset. Sziasztok, drága anyukák, sziasztok! Szia! Szia! Üdvözlök mindenkit! Hát itt az előbb azért Ildivóval nagyjából tisztáztuk, hogy ennek a versenynek egyébként mik voltak a szűrői, és mi volt az, amin keresztül mentetek, úgymond idézőjelesen, de ti egyébként milyen élményekkel gazdagodtatok, hogyan éreztétek magatokat? Hát azt kell mondjam, hogy fergeteges volt. Tehát, hogy én például teljesen másra számítottam, és egy kicsit kellemetlenül is éreztem magamat, hogy az elején nem vettem annyira komolyan. Tehát, hogy egy ilyen bulinak fogtuk föl az egészet, és hát bulinak buli volt, de azért megvolt a helyzetnek a komolysága is. Tényleg azért ott kemény munka is. Persze. Inkább odafigyelés. Uh-huh. Tehát kicsikkel nem egyszerű szerintem. Úgyhogy le a kalappal a Ildi előtt, hogy ezt így le tudta, végig tudta bonyolítani. Uh-huh. És te hogy érezted magad, Tünde? Én teljesen jól. Kikapcsolódtam a maximálisan, amennyire csak lehetett. Én is ott azért ugye meg kellett felelni nekünk is, nem csak a kicsiknek, és ráadásul én 2 kisgyerekkel mentem, ugye 2 kicsivel, a nagyobbikkal nem. És azért vele is kellett foglalkozni, velük pontosabban, és plusz még ugye magammal is, uh-huh. És így pörögtem, mint a vízóra ott egész végig. De kikapcsolódtam maximálisan, és én úgy voltam vele, hogy ha már ott vagyok a 2 kicsivel, akkor mi lenne, hogyha én is akkor részt vennék, akkor már kellemest a hasznossal. Illetve nagyon büszkék voltak arra, hogy én így ezt bemertem vállalni, és akkor izgultak, hogy mi lesz, hogy lesz velünk kapcsolatban is, mert tudták nagyon jó, hogy azért nekünk is tét van, ugyanúgy, ahogy nekik. Aha. Igen. De hogy neked akkor közben jött az, hogy szeretnél részt venni az Anyuka Szépe versenyen? Hát így szólt, igen, az Ildi, hogy mi lenne, hogyha már így elindultam, akkor úgy részt is vennék rajta, mondom, jó, körülbelül. És neked is közben jött, vagy te már eleve gondolkoztál rajta, vagy hallottál róla? Nem, tehát ez abszolút csak a Biankáról szólt, nekem a kislányomat úgy hívják, hogy Fugaras Bianka, ez abszolút róla szólt. Tehát én úgy gondoltam, hogy neki egy próbálkozás, vagy nem is tudom, egy dolog motivált, vagy gondolkoztatott el, hogy miért jelentkeztünk, vagy miért küldtem be akkor ugye a fotókat a Biankáról, hogy úgy voltam vele, hogy ha mondom, nem csak egy fotózás, hanem esetleg tovább is megy, akkor mondom, megtanítják szépen járni, egy tartás lesz, mert azért szerintem az egy... Önbizalmat kislány, ad. Igen. Azért ez fontos. Kislánynak is, nőként, meg most már igen, másként gondolkozunk így anyaként. És akkor emiatt indultunk el mi. Nálatok is ugyanilyen motivációk voltak gyerekeket illetően? Ugye nekem van egy nagyobbik lányom, és én tulajdonképpen 12 éve ismerem ezáltal az Ildit, és én nekem nagyon tapasztalatom lett a diával kapcsolatosan, a nagyobbikkal, mert ő nem is tudott nagyon jól beszélni, viszont olyan magabiztosságot adott neki, hogy amikor elkezdett az iskola, ő simán kiállt és elmondta, akárha bármilyen beszéd kellett, azért én vittem ugye balettre közbe, akkor utána kezdtük a kézit, ki mert állni ezáltal? Ő mert tudta nagyon jó, hogy itt is volt egy kis versenyszellem, de mégis annyira, hanem minden kifejezésében fejlődött a dia. Csak ugye én úgy voltam vele, hogy ameddig szeretné, én addig engedtem. Lehetett volna tovább is menni, de volt ez a kis dac korszaka, és akkor mondtam, figyelj, hogyha nem akarsz dia, akkor maradjunk. És akkor így elmaradt ez az egész dolog. Viszont lett a 2 kislányom megint, ugye a Dalma meg a Dóra, ők meg így, hát próbáljuk ki. És ők sokkal lelkesebbek, lehet, hogy azért, mert egy kicsikét idősebbek voltak, mert ugye a dia akkor még csak ilyen 4 éves volt, amikor belement ebbe a kis manökönkedésbe is, akár divat, show, rengeteg volt, akkor fotózás. Őt például kiválasztották ilyen tök jó ilyen márkának, ilyen arcnak is a diát, és akkor ott részt kellett venni, így több ügynökségen keresztül akkor volt egy ilyen lehetőség. Mai napig bánja a dia, de ő még akkor gyerek volt, hogy így bedurcizott. Mondom neki, figyelj, nem kötelező. És akkor így ezért is maradt el. Viszont a 2 kicsi, hogy már kicsit idősebb volt, mert ugye akár is nézzük, azért 7 évesen kezdtük el a Dalmával, a Dóri ugye 8 évesen, így kicsit érettebb ehhez, és nem tud annyira komolytalanabbá venni, hanem már ők komolyabban állnak ehhez az egészhez. Ráadásul a legkisebb, meg tipikus nő lesz, szóval én azt le se tagadhatom, bármit csinálnék vele, ő kifejezetten akarja ezt az egészet.
Na és hát mit láttok benne, hogy a lányotok meddig megy ebben a mondjuk szakmában? Hát, vagy hogy merre csak, vezet az útja? Nekem még csak 5 éves. Most még csak azért járunk, mert tetszik neki, meg élvezi. Uh-huh. Úgyhogy én csajos. Így vagyok. Igen. Csajos. Igen. És nem tudni. Én az a szülő vagyok, aki addig csináljuk, ameddig szeretné. De az biztos, hogy minden egyes ilyen helyzetben már fejlődni fog a kisugárzás, a nőiessége. És nekem, mint anyuka, mint nő egyben, nekem ezt meg kell mutatni, hogy igenis van ilyen világ, ahol te fejlődhetsz. És magabiztosabbá tesz a hétköznap életben is, még hogyha csak egy iskoláról is beszélünk. Vagy egy akármilyen verseny, ugye ők is, hogyha itt majd helyre rázódnak a dolgok, azért sokkal többet tudnak majd versenyezni így sporttal kapcsolatosan. Uh-huh. És nekünk ez például most kiváltotta egy kicsit a sportot, mert nincs hol lehetőségünk ugye itt a szigorítások miatt, uh-huh. és mi még jobban belementünk ebbe az egészbe. Kell a program. Nekem például kifejezetten fontos volt ez az anyalánya program, főleg az esetünk miatt, ami velünk történt ugye karácsonykor. Így, hogy én egyedül nevelem most már a 3 lányt, nekünk meg nagyon-nagyon fontos. És a nagyobbik is jön velünk, szóval ha van ilyen lehetőség, ahol ott tudunk lenni egy kicsikét, akkor ő is jön, más nem megnézni a két kicsit, vagy akár részt is vesz ebben, ha úgy van, ha van kedve, fotózás, vagy ilyesmi. Ez egy másik nagyon jó téma, hogy a közös program élménye. Igen. Hát, hogy az, hogy együtt élitek meg. Ti is például együtt láttam fotókat rólatok, igen. hogy együtt egy szép, nem is tudom milyen, valamilyen nemzetiségi igen. ruhában voltatok. Igen, magyaros. Igen, az igen. volt a feltétel igen. egyik. De hogy, ruházat, igen. De igen. hogy azért ez is a lelketeket közelebb hozza, mert abszolút. Ez is egy olyan program, amit anyával tudok csinálni. Igen. Igen, ráadásul nekem mondjuk pont fordítva jött le, mert tehát nem, hogy is mondjam, nem én voltam a Bianca támasza, hanem kicsit a Bianca volt az én támaszom, mert nem voltam egy nagyon bátor, tehát én nem ez a típus vagyok. Aha. Nem ez a nőci típus vagyok. Azt el lehet mondani, hogy mivel foglalkoztok, mert az azért, hogy mondjam már, hogy mind a ketten kicsit férfiasabb szakmát üztök, mint egyébként igen. mondjuk. Mit tudom én, vannak női szakmák, de kifejezetten férfi szakmák. Elmondjátok nekem, hogy mivel foglalkoztok. Igen, ugye nekünk van egy nagy cégünk, autóalkatrész kereskedelem, ha mondhatom aki a nevét, Oszkár Kft. És ugye, hogy a apukájuk volt az egész életünk, most már a gyerekekért lesz, hogy ő meghalt karácsonykor, így nekem az egész így rám szakadt. Szóval nekem nagyon is fontos volt most, hogy menjünk a szépségverseny, hogy bármilyen program, amit most meg tudok valósítani, kimozdítsam őket. Mert lelkileg össze vannak törve. Uh-huh. És én is így terelek. És ugye most ez is rám szakadt, ez a, mint hogyha azt mondanák, hogy most üljek be oda hozzád, és a helyedre, és akkor legyek műsorvezető. Na most körbe úgy érzem magam ebbe az egészbe. Uh-huh. És igen, eléggé férfias egy autóalkatrész kereskedelem, és így leülni így a beszállítókkal, vagy a vevőkkel, ugye ez a program, az a program, és szinte csak férfiakkal beszélgetek. És mondták is, hogy wow, bemertem vállalni. Mondom, van választásom? Hogyha most így őszintén mit teszel? Hát ott van a 3 gyereked, fel van építve egy know-how, csak meg kell tartanod, csak idézél be, de azt át kell tudni jól venni, és most ugye ez egy hosszú folyamat lesz számomra is, és ezért kell kikapcsolódnom mindegy, hogy mivel, és hogy közös programink legyenek, mert ugye ezáltal nekem elveszítődött az a időszakom, hogy velük legyek, kevesebb idő van rájuk. Ugye nekem most nagyon ezt pontosítani kell arra, hogy minden rendben legyen a cégnél. Elég egy cégcsoport tulajdonképpen ez az egész. Igen, ez nagyon nehéz. De hát csináljuk, mint anyukák, így megyünk. Igen, egyébként a nőkre alapvetően igaz szerintem, hogy nagyon-nagyon hamar bele tudunk lendülni a dolgokba, tehát, hogy átvesszük szerintem. A ritmust. Uh-huh. Igen. És nem is gondolnak, hogy mekkora erő van benned. Az, tényleg ez az ősanya, amit szoktak mondani. Na hát én ezt most nagyon megéreztem, hogy akkora teher rakott rám az élet, hogy így, már még mindenki mondja, hogy na jó, akkor most tűnik-e, nem cserélnék a helyedbe, nem bújnék. Szóval nagyon nagy teher. És az ember viszi valahogy, nem tudom, olyan dinamikát hoz ez az egész dolog,
izgalom is valahol, mert egy új dolgot kell úgymond kipróbálnom, és meg kell méretetnem magam vele, de úgy, hogy felelősséget tartozok a három gyerek miatt. Szóval ez őrület egyébként. És nem is gondol az ember, hogyha valaki, de akár csak egy kisebb dolog is, nem Melinda, hogyha kisebb dologban is kell úgymond helytállnod, akkor is mész és csinálod. Hát a rugalmasság. Igen. Az. Igen, könnyedség. Itt kell egyfajta rugalmasság szerintem. Igen. Melinda, te mivel foglalkozol? Én a rendőrségnél dolgozom, de nem rendőr vagyok, csak rendvédelmi alkalmazott. Úgyhogy hát az sem éppen a nőknek a többsége, ugye? Csupa férfi vesz körül? Hát azt így nem mondanám, de többségében igen. Uh-huh. Igen. Ott is az oktatási részén dolgozunk. Van számotokra egy olyan példakép, akit meg tudtok említeni, akár a régi korok nőitől, mert ha már így nőnap, hogy beszéljünk a nagy nőkről, hogy van olyan példaképetek, akit tudtok mondani, akik felnéztek? Marilyn Monroe. Én nagyon szeretem őt. Ő tudott valamit. Ő nagyon tudott valamit. Na igen, de ahhoz, tehát hogy azzal együtt, hogy egy szépségideál volt abban a korszakban, igen. Azért mást is tudott nyilvánvalóan, igen. Olyan finom, de határozott nő kellett, hogy legyen, aki tudott hatni az akkori, igen. Óriási hatalmú emberekre. Igen, meg az Audie Hepburn is szerintem, ő is. De jó, hogy mondtad, én például őt akartam. És az Audie Hepburn még az, aki így azt mondta, hogy ez igen. Illetve a Diana. Uh-huh. Nekem meg a Diana hercegnő, az úgy visz mindent. Szóval olyan példát rakott le, hát még hány év eltelt már, és még mindig ott van folyamatosan. Mindig, minden nap hoznak le valami cikket vele, és ezért ő is lerakott valamit az asztalra. Azért vannak példák, nem? Azért szerintem sokkal fontosabb az, hogy saját magunkat találjuk meg. Uh-huh. Úgy a világban is, szerintem nőként. Most az teljesen mindegy, hogy valaki mondjuk erősebb személyiség, hát furcsa hangzik, férfiasabb vagy erősebb személyiség, vagy mondjuk inkább nőc is, de akkor fogja jól érezni magát a bőrében, hogyha ő igazából azt csinálja, amit szeretne. Úgyhogy egy kicsit olyan, hogy az embernek szerintem hogy saját magát kell megtalálnia, hogy mi az, ami vonza, mi az, ami érdekli, mi az, amiben mondjuk ki tud teljesedni. Na jó, de ez egy élethosszig tartó folyamat, nem? Igen. Tehát, igen. Hogy ez elindult gyermekkorunkban, akkor amikor elkezdtünk járni, és elkezdtünk tudatunk lenni, és vége láthatatlan hosszú folyamat. Tehát, hogy tényleg ti egyébként ebben a folyamatban szerintetek, hát reflektáljunk egy kicsit magunkra, hol tartotok, melyik lépésnél? Én igazság szerint a hobbim lett a szakma, nekem ugye én rendezvényszervező vagyok, és rájöttem, hogy nagyon jó vagyok. De ez eltelt egy idő, tényleg, mire azt mertem mondani, hogy ebben így simán meg tudom csinálni dolgokat, és én nekem ez is van egy saját cégem, ami rendezvényszervezéssel foglalkozik, bár most az ugye az is pihen. Én ott találtam meg magamat, és igazából azt vettem észre magamon, hogy hiába vettem át ezt a férfias autóalkatrészes dolgot, inkább úgy közelítem, mint egy rendezvényszervező. Próbálom koordinálni az embereket. Uh-huh. Ez volt nekem a legegyszerűbb most per pillanat, mert nekem oké, hogy felismerem a fékpofát, a féktárcsát, meg mindenféle ilyen dolgot, de valahol nem tudnám eladni, hogy melyik márka, micsoda és mit ajánlanék. Szóval nem vagyok egy autószerelő, meg ilyesmi, nem vagyok egy... Szóval nem. Viszont a rendezvényszervezésben nagyon ott pillanatokon belül bármit megszervezek, hogyha arról van szó. Ez is egyfajta probléma megoldás. Tehát, hogy... Az. Nagyon spontánnak kell lenned, és nagyon hamar kell reagálnod egy bizonyos probléma, gócs, ami elindul, és lezárni, hogy azonnal. Ott tényleg azt mondod, viszont ez járom, egy kreatív folyamat. Pont ezt akartam mondani, hogy kreatívnak kell lenned. És ez nekem így nagyon bejött. És én már megtaláltam. Szóval én azt a részét, én tudom, hogy mint foglalkozás, én azt full megtaláltam. Hogy azért sokáig így, hát mit csináljak? Miben vagyok, amiben könnyedén meg tudom oldani a dolgokat, vagy ami megy? És az nekem megvan végül is, csak ugye most lett ez a helyzet, most ezt kell megoldani. Uh-huh. Szóval érdekes, hogy mire azt mondom, hogy hú, tök jó, meg vagyok, akkor kapok egy újabb feladatot, mondom, hogy oké. Hát azt mondják. Kitartás kell a legnagyobb
fogalom szerintem a kitartás. Hogy annyit terhet kapunk, amennyit elbírunk. Hát köszi. Ti erre? Hát igen. Senki nem tudja, hogy mit hoz a jövő, és senki nem tudja. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Abszolút, igen. Tehát, hogy mi mennyi minden vár még ránk, és mi mennyi minden van már mögöttünk. Melinda, te ezt egyébként hogy látod, hogy nőként mennyire tudtál találékony lenni az életedben, és mi az, amit még szeretnél megvalósítani? Mindig vannak célok, mindig van előre, de úgy érzem, hogy hát, én úgy jól érzem magamat a bőrömbe. Tehát én mellette amúgy még sminkeléssel foglalkozom, bőrápolással, mint tréner, tehát ezeket oktatom, és azért ott is olyan sokszor előjön, hogy sokszor keresnek meg nők vagy lányok, hogy valamit kicsit tanuljon, csak valami kis alapra lenne szükség, és az egész után átmegy egy beszélgetésbe, tehát már néha nem is azt érzem, hogy a smink miatt, vagy a bőrük állapota miatt vannak ott, hanem átmegyünk egy ilyen kis laza, könnyed beszélgetésbe, és akkor jönnek ki ezek a dolgok, hogy tényleg mindenki úgy valamerre tartani szeretne, de hát kicsit eligazítgatjuk egymást szerintem ezen az jó. És ha már nők vagyunk, és anyák is vagyunk mind a hárman, akkor kicsit beszélgessünk erről, hogy egyébként anyaként hogyan tudtok helytállni. Tehát, hogy ugye anyaként már eleve az egy nagyon nehéz dolog, bárki bármit is mondjon, nehéz dolog. 3 lánya biztos nagyon nehéz, nekem 2 fiam van, úgyis nagyon nehéz, úgyis mindenhogy nagyon nehéz. De tehát hogy tudjátok összeegyeztetni a foglalkozásotokat és a hobbiaitokat az anyasággal és a családdal? Hát a foglalkozásra szerencsére igen, mert hogyha azt nézzük, hogy a rendőrségnél hogy kell dolgoznom, nem véletlenül választottam most ezt így, mert be tudom osztani. Soha nem voltam egy ilyen szabálykövető, nagyon-nagyon régen dolgoztam amúgy így, hogy fixen be kell járni reggel, és akkor tudod, hogy mikor jössz el. Ezt én most tanulom, tehát amúgy ez így nagyon jó. Nekem annyiból volt nehézség, hogy nekem viszont a párom rendezvényszervező rendezvénye. Tehát nem a kisebb, inkább a nagyobb rendezvények. Úgyhogy ő így, mikor a Bianca is megszületett, hát áprilisban megszületett, ő májustól már nem nagyon volt, mert ugye elindultak ugye a nagyobb szabadtéri fesztiválok, és ugye ilyenkor eltűnt egy hónapra, másfél hónapra, jó, hogy közben hazaugrott vagy valami, de az nem olyan teljesen. Most sokat van együtt a család akkor. Nem, azt szokták mondani, igen, hogy a jó kapcsolatnak a titka az, hogyha ritkán találkoznak. Hát nem biztos, hogy így van, de mondjuk kisebb, kevesebb feszültség van. De egyébként ez így nehéz volt az elején. Aztán utána már belerázódtam. Most már nem tudom, nem jelent ez így problémát, annyira olyan az életünk része lett az, hogy sokat megyünk. És ez jó. És én úgy veszem észre, hogy ez Biancának sem jelent problémát. Tehát, hogy ő is ebbe szokott bele, hogy folyamatosan úton vagyunk. Ezért tetszett meg nekem ez a verseny is, hogyha lehet ezt így versenynek mondani. És őszinte szívvel tudom ajánlani mindenkinek. Tehát anyukának is, hogyha ő úgy érzi, hogy ki szeretné magát próbálni, hogy van egy kicsike, ott valami motoszkál benne, hogy ezt csak megpróbálná, vagy mondjuk ránéz a kislányára, vagy a kisfiára, mert teljesen mindegy, mert fiúk is vannak. Persze, hogy inkább mondjuk a lányokat jobban érdekli, de nagyon nagy élmény. Nagyon nagy élmény volt így családként ezt így megélni. Nagyon jó, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom, hogy akit egy kicsit is mozgat, akkor nyugodtan jelentkezzenek, mert nagyon, nagyon jó. Csak pozitív tapasztalatok. Abszolút. És a fiúk is. Barátságok kötődtek. Gyerekek fiúk között is, felnőttek igen, között is. Igen, illetve a fiúknál azért kellene szerintem, hogy jönni, ez az én saját véleményem, hogy megtanulják a lányokkal való kapcsolatot már. Szóval fiús anyukák, jelentkezzetek, mert annyira elveszett ez az udvarlási folyamat, vagy az, hogy mit kell csinálnom, hogy egy kislányal találkozok, hogy hogyan kommunikáljanak. Ezt is egy kicsit persze, hogyne, abszolút. Hát akkor most nem azért, hát ott azért fel kell venni akár egy kis öltönyt, vagy valami, hát
Hát most engem a magunkból... már el is vesztettetek, mert az én fiaim igen. konkrétan nem, tehát nem vesznek föl ilyet. De ott van sportos is, de fel hidd el, ott felveszik. Ott persze, úgy, mindenki ott, felveszi. Ott úgy tűnik, tehát hogy annyira igen. egy játéknak fogják föl egy... Mert van utcai ruha, ugyanúgy van sportos ruha, akkor ugye kell egy kis, ha olyan komolyabb verseny van, akkor kell egy kis műsort is előadni, mint táncot vagy valamit. És úgy kiállnak, meg anyukának simán. Nemet mernek mondani. Igen, de az Érdinek nem. Érdinek nem mernek. Igen, mondani. Mert ő más, fiúk ő a harmadik személy. Igen. De valahogy olyan hatással van rájuk, hogy igen. az Érdi azt mondta. Igen, az úgy van. Kell lennie. Na jó, hát akkor lehet viszont, hogy én is megpróbálom. Szerintem simán. Ezt szeretettel. És jó, és tényleg most visszatérve, hogy egyszerűen annyira elveszett már ez a nők és a férfiak kommunikációja, és hogyha te, mint szülő, mint anyuka, szerintem felelős vagy. Hogyha nem hozod el ilyen helyekre például, ugye itt egyben megtanulják, hogyha kell, akkor így viselkedek, úgy viselkedek, másképp fogom meg a kislánynak a kezét, és sőt, nagyobb fiúk is voltak most is. Egyáltalán megmerik fogni, tehát azért... Igen, de így már egyre jobban ugye nem csak úgy vagyunk, hogy bent vagyunk a játszótéren, vagy az iskolában, amikor már nagyobbak vagyunk, és ezért is volt jó, hogy ilyen nagyobb srácok is jelentkeztek. Hogy nem csak ám ilyen kisfiúkra van, hanem nagyobb is, olyan jól élvezte. Hát itt tudta kiélni azt, amit a hétköznap az utcákon nem tud. Uh-huh. És szerintem nagyon fontos lenne, hogyha fiús anyukák is jelentkeznének. Igen. Hogy ne csak a kis szerelmük legyen, ugye, mint fiú és anyuka, ugye, így szokták így mondani az én barátnőim, akiknek van, ugye fia, nekem csak lányaim vannak, nekem az egy más a kategória, és én ezt látom, hogy igenis el lehet hozni. Nekik is kell egyébként, ők is utána sokkal magabiztosabban állnak ám ki, uh-huh. az osztály elé akár egy verset elmondani, meg ki kell állnod. Uh-huh. Itt kezdődik minden. Kommunikáció, hát elveszünk, hogyha most ezt nem tanítjuk meg, mi lesz velünk? Hát így is az internet fogságában vannak a gyerekek már. Hát most pláne. Most meg még rá is raknak egy lapáttal, ami... Hát pont ezt akartam egyébként. Ugye? Sajnos lejárt az időnk, de még egy kérdésre van időnk, hogy válaszoljatok, hogy titeket ezt most mennyire érint jól, rosszul. Nagyon rosszul. Személyes nekem ugye két kicsi pont, most ott is hagytam őket, így próbáltam nekik beállítani mindent, de online órájuk van, nem is értem. Hány évesek? Nekem ugye most 8, meg 9 éves. És online órában, még a nagyja le vagyok, de ő is meg ki van, hogy 16 évesen egyszerűen csak a digitális oktatás. Uh-huh. És nem találkozik a barátaival, meg nem, mert tönkreteszi a fülüket, ugye a fülhallgató, mert csak úgy hallod uh-huh. az anyagot, állandóan szakadozik, akkor ráadásul le vannak terhelve, mert te otthon vagy címszó alatt, hétvégén is rengeteg tanulnivaló. Én abszolút nem értek egyet ezzel az egész dolog, hogy ennyire le vannak terhelve, hogy vegyünk már vissza egy kicsit. Szóval ne adjunk már le több anyagot, mint normál esetben. Hát kikészülnek a gyerek. Én a nagyobbikon látom, hogy teljesen befordult már magába. Uh-huh. És úgy kellett kirángatnom. Azért is hoztam el már mindenhova. Mondom, fogom a kezed és jössz. Uh-huh. Mert már teljesen így, amúgy is egy kamasz, hát most meg még jobban kiborult. Uh-huh. Meg ott van a két kis kamaszom, hát köszönöm szépen, nagyszerűen érzem magam. Igen. Ennyi. Könnyebb helyzetben vagyok, nekem még csokob is. Igen. Ó, igen. Hát mondjuk most az is bezárt. Igen, csak tudod, így nem kell legalább arra figyelni, igen. hogy mondjuk az iskola, meg hogy megy a tanulás, tehát ő nekik ez így játék. Mi megoldottuk így a családon belül, az, hogy ki vigyáz rá, vagy hogy vigyáz rá, illetve a ovis csoporttársak között. Tehát mi az anyukákkal azt így szétosztott, de hogy ki mikor tud. Hát ugye, hogyha 4 felnőtt van, felosztogattuk szépen, hogy ki mikor vigyáz a két gyerekre, mert ugye ráadásul nekik van ilyen nagyon jó kis barátnői kapcsolatok, ugye ezek már kialakultak, és akkor így felosztottuk egymás igen, között. Egyszerű. Így akkor könnyebb. Igen, csak tudod, egy nagyszülő nem tud ezeket rábízni. Nekem is jönnének, hát annyira nem érnek a technikához, hogy csak na, tudom, hogy felveszik a telefon körülbelül. Uh-huh. Szóval egy nagyszülő teljesen más kategória, sokkal mélyebb ez, és sokkal nagyobb probléma egyébként. Szerintem most a szülők, akik ezt végigcsinálják, le a kalappal, komolyan mondom. Le is veheted. Igen. Nekem most 6 éves a gyerkőc, 6,5, és hát ő most elsős, alig nem tud olvasni, uh-huh. tehát nem tud még, mert első fél évet végzett, nem tud olvasni. Tavaly évig tapasztaltam ezt. A feladatot kvázi nem tudja elolvasni, úgyhogy a mai napon van az első digitális oktatás napunk, úgyhogy a férjem egy
egy ilyen fél mondattal megjegyezte, hogy akkor most ezt hogy is kellene csinálnom, miközben én itt így dolgozom. Igen. Holnaptól. Ez a feladat. Igen, holnaptól én is tudok neki segíteni. Hát, lányok, nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük szépen, hogy itt lehetünk a meghívást. Igen, köszönjük szépen.